Tudják-e, hogy mit jelent bagóhiten élni? Na és azt, hogy mit csinál, aki bödörékköl? Na és azt, hogy milyen ember a balkörmű? Mostani adásunkban mindenre választ kapunk, hiszen a magyar nyelvjárások kerülnek most terítékre. Vendégünk pedig Bárt János, nyelvész, nyelvjáráskutató, az ELTE oktatója. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Üdvözlök mindenkit sok szeretettel. Azt ugye tudjuk, hogy a magyar nyelven beszélőknek a jelentős része nyelvjárásban beszél. De nektek van-e anyanyelvjárásotok? Én úgy mondanám, hogy tudok zalaiasan beszélni, és azért fogalmazok így, mert 3 nyelvjárási régió határvidékén élek. Nem mondanám, hogy a természetes beszédmódom ez. Tehát a nagymamám még úgy beszélt hozzám, hogy Ergyelányom, hozz egy tepszit, úgyis mindig így gyűszmékülsz a konyhába, de amikor hazamegyek, és hosszú ideig vagyok a saját gyerekkori nyelvi környezetemben, akkor biztos, hogy másképp ejtem a hangzókat. János? Én büszkén mondom, hogy mindenképpen van, nem biztos, hogy annyira hallható a hallgatók számára, de én Kalocsán nőttem föl, és a Duna-Tisza közének, meg a Dél-Alföldnek számos jellemző nyelvjárási jellegzetessége az előfordult abban a nyelvváltozatban, amiben én felnőttem, még akkor is, hogyha én egy panelben nőttem föl, és én is inkább a nagyszülőktől hallottam olyan kifejezéseket, amelyek klasszikusan nyelvjárásiasak, de még most is, sok-sok évtized után is, itt Budapesten élve is észreveszem magamon, hogy ezeket a dolgokat mondom, és azt mondom, hogy elmentem, és nem azt mondom, hogy elmentem. Ami meg különösen szórakoztató, hogy a 7 éves Budapesten felnővő kisfiam is átveszi tőlem ezeket, hiába nem azon a vidéken tanulja a magyar nyelvet beszélni. Olyan jó, hogy ezt mondjátok, mert ugye középiskolában főként azt tanuljuk, hogy a nyelvjárások eléggé visszaszorulóban vannak, viszont azért az internet mintha lendületet adott volna a nyelvjárások jelenlétének. Közben a kivetítő láthatjuk, hogy milyen reakciók érkeznek egy-egy nyelvjárási posztra. Vajon tényleg így van ez, hogy az internettel könnyebben hozzáférhetünk a nyelvjárásokhoz? Van egy olyan megérzésem, hogy az internet meg a kissé szabadabb média környezet, ami minket körülvesz, a média fogyasztási szokásoknak a nagyon erőteljes megváltozása, a nézőink, a 10 éves középiskolások nem biztos, hogy túl sok tévét néznek, hagyományos tévét, hanem máshonnan szerzik az ismereteiket. Ez szerintem hozzájárul ahhoz is, hogy kicsi szabadabban állunk a legkülönfélebb nyelvváltozatokhoz. Sok minden előkerül olyan nyilvános helyzetekben, amelyek korábban csak a magánbeszélgetésekben jöttek elő. És talán ez a nyelvjárások pozitív megítéléséhez, fogadtatásához is hozzájárulnak. Például hallunk nyelvjárásias beszélőket műsorokban, és nem akadunk fenn rajtuk. Én még ehhez annyit hozzászólnék, hogy amikor látom ezeket a kommenteket, akkor mindig az jut eszembe, hogy milyen jó lett volna, ha egyetemista koromban egy ilyen nyelvjárási szemináriumi dolgozathoz már föl tudtam volna ezeket használni, de lehet, hogy rosszul gondolom, mert valószínű, hogy azért jársz ki terepre, mert hogy bizonyos jelenségeket biztos, hogy nem lehet összeszedni. Mi az, amit az interneten semmiképpen nem lehet megvalósítani? Nyilván a kiejtés egy ilyen dolog, de talán más is. Hát igen, hogyha az emberek beszédére vagyunk kíváncsiak, a nyelvjáráskutatás, a dialektológia más néven, vagy tágabb értelemben a szociolingvisztika, a nyelvi sokféleség kutatása, az egy nagyon erősen leíró jellegű tudomány, tehát csak úgy működik, ha a tudós, a kutató odafordul a beszélő emberhez, és meghallgatja, hogy mit mond. Tehát azt nem lehet elkerülni, hogy úgy, ahogy mondtad is, terepmunkával, interjúkon, kérdőívek kikérdezésen keresztül hallgassuk meg, hogy az emberek hogyan beszélnek, megfigyeljük azt, hogy hogyan beszélnek. Az internetes források például arra lehetnek jók, hogy a nyelvjárásokhoz, nyelvváltozatokhoz fűződő viszonyt kutassuk, például annak a változásait, ami egyébként szoros kapcsolatban van azzal is, a nyelvjárások megítélése, az attitűdök, azzal is kapcsolatban van, hogy mi lesz a jövője a nyelvjárásoknak.
A nyelvi nyelvjárásbeli különbségek azok sokszor a szókészleten keresztül ragadhatók meg, talán leginkább, de azért nem csak a szókészleten keresztül. Milyen nyelvi szinteken jelenhetnek meg a nyelvjárási különbségek? Azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy a különbség a mindennapi beszélőnek, meg a tudománynak az ítélete között. Akit megkérdezünk nyelvjárásiasságról az utcán, az biztos, hogy szavakat fog először mondani. Hogy mifelénk azt mondják, hogy garaboly. Tudjátok, mi az, hogy garaboly? Végre én is tudtam egy jót mondani. Az a fonott füles kosár, amivel a középkorú apukák a piacra indulnak szombat reggel, Kecskemét környékén így mondják. Szóval szavak jutnak az emberek eszébe, miközben a nyelvjárási határvonalak feltérképezésében nem az a legfontosabb, hanem a hangoknak a szintje, a beszédhangoknak a szintje, abban ragadható meg rendszerszerű különbség az egyes vidékek között. A szavak, hogy úgy nem is tudom, hogy mondjam, jönnek-mennek a térben is, meg az időben is. Az mindannyiunknak egy megfigyelése valószínűleg, hogy a szavak könnyen változnak, hogy a nagyszülők nem ismerik a fiataloknak néhány szavát, és viszont ugyanígy a térben is nagyon nagy összevisszaság található a térképen, ha egy szó különféle változatait nézzük. A hangok azok ennél nehezebben változó valamik, és sokkal régebbre nyúlik vissza a köztük lévő különbség. Tehát ezeket tanulmányozza elsősorban a nyelvjáráskutatás, és ugyanígy a kettő között még kihagytam a morfémák szintjét, tehát abban is megnyilvánulnak jól elhatárolható területi különbségek, hogy például a főnév, igenév képzője az ni vagy nyi. A műsor elején említettem három szót, és szerintem ne hagyjuk a nézőket tájékozatlanságban. Szilvi, úgy tudom, te utána néztél ezeknek a szavaknak, hogy mit jelentenek. Igen, hát ezek a szavak Szinyei tájszótárából valók, amit úgy is végig lehet olvasni, mint egy regényt, annyira izgalmas a nyelvésznek. A bagóhiten élni az azt jelenti, hogy házasság nélkül együtt élni. A balkörmű a tolvaj megnevezése, volt, van, azt nem tudom, a Baúj környékén. Aki bödörékül, mifelénk egyébként bőcörög, az ugye nehezen jár, vagy nehezen megy. Egyébként a mozgást jelentő igékből egy külön tájszótárt is össze lehetne állítani, ugye kepesztet, kotomoz, ámbolyog, rengeteg ilyen szót lehet gyűjteni, de még néhány kedvencemet szeretném veletek megosztani. Lehet, hogy ezeket már nem használják, hiszen egy 100 évvel ezelőtti állapot, vagy több mint 100 évvel ezelőtti állapotról beszélünk. Se éte, se ita. Hát ez azért gyönyörű, mert ugye csak az ősi szógyököket tartalmazza. Más esetben meg pont, hogy halmozzák a szóelemeket. Ugye nálunk felénk mondják azt, hogy azutátú fogva. Nem azóta, azutátú fogva. A paráholó eső, ugye gyönyörű hangutánzás. Valaki megesett szüvibe, vagyis elszomorodott. Nagyon szeretem azt, hogy orcén várnak valakit, szívesen látják, arccal várják. Hát azt meg nem kell magyarázni, hogy milyen az Istentől elfacsarodott ember, vagy hogy fergeteges menyecskét miért nem jó hazavinni a házhoz. Most ezekben az esetekben, ugye még akkor is, ha nem ismerjük a szót, a szövegkörnyezetből elég nagy biztonsággal ki tudjuk következtetni a jelentést, de előfordul, hogy egy hangfelvétellel az értelmezés kapcsán meggyűlik a bajunk, most fogunk látni egy ilyen felvételt. Vessen keresztet, vagy vete keresztet, hogy hálálja meg, mondja. Hogy a hatjának, fiúnak, Szentlélek Istennek, amen, édes Máriam, halad le, hogy megadtad az élelmünket. Így és akkor még egyszer vetünk hatjának, fiúnak, Szentlélek Istennek, amen, és akkor ahol végzettünk már. Ha nem kell szátszor imádkozzunk, csak egyszer kell mondani, jól mond, hogy a szűvül, hogy a Istennek hallgassa. Egy külön érdekesség ebben a felvételben, hogy az egyik operatőrünk szerintem nem tudta előre, hogy éppen az ő édesapja által forgatott filmet látjuk. Szerintem érdemes lenne megnéznünk azt is, hogy akkor tulajdonképpen milyen magyar nyelvjárási régiókat találunk a Kárpát-medencében. Moldvai, székely, mezőségi, északkeleti, tiszakörös vidéki, palóc, délalföldi, közép-dunántúli, kisalföldi, dél-dunántúli, nyugat-dunántúli. Ez a klasszikus felosztás, de valóban léteznek ezek a nyelvjárási régiók? Ez egy nagyon jó kérdés. Lehet, hogy megijesztem a középiskolásokat, ha azt mondom, hogy nem léteznek.
mégiscsak meg kell, és mégis meg kell őket tanulni. Ez egy modell, ami arra való, hogy tudjunk erről az egészről beszélni, ami a valóságban létezik, az a nyelvjárási jelenség. Az az, hogy az egy adott helyen az egyik hangot másképp ejtik, hogy az egyik szó helyett egy más szót használnak. Ezek között a jelenségek között tényleg valódi földrajzi határvonalakat tudunk húzni, és ezek a határvonalak többé-kevésbé egybeesnek a térben, ezeket láttuk ezen a térképen, de ezek azért mégsem olyan valóságosak, különösen, hogyha odaírunk valamelyiknek a szélére. Ott is élnek emberek, ott is beszélnek magyarul, és ott is beszélnek nyelvjárásiasan. Csak annyira átmeneti a többféle jelenség között, annyira átmeneti az, hogy az ő nyelvjárásuk milyen, hogy nem tudjuk ezekbe a kategóriákba besorolni. Viszont nagyon érdekes lenne beszélnünk arról, hogy mik ezek a markáns jelenségek, amik mondjuk az egyes régiókat elhatárolják egymástól, úgyhogy vizsgáljunk meg közelebbről néhány tájnyelvi jelenséget, illetve változatot. És nem véletlen, hogy ezzel kezdünk, és keletről nyugatra haladunk, hiszen a nyelvtörténet és a nyelvjárások szorosan összefüggnek. A 27-kor vágtunk baránt, ugye ezt vágtunk? Baránt vágtunk, karácsonyba vágtunk disznót. Vágtunk. És pislánkét, ha volt, tyukecskát. Volt örök kézöregeknek. Most vagyon a magazinokból tudjon a dátuncsán ujjára. Csak akkor, mikor vágtál, akkor honnap volt. Szélem. És úgy tekel ma zsúszlózás deánkú, tudjátok a jelagrél. És hogy volt a régi nagy disznóülés, hogy fölkeltek korán, és megszúrták a disznót, és hogy volt tovább, hogy fölbontották? Azt a figurán vágták, azt a bérogták a tekenyőbe, megszúrták, szóval hétig tartották ott, szóval azt a vitték fel a hibó fűszre, és ott a fűszten nőlt, tartom, vára paneken szó terminál. Mert akkor voltak-e nádos házak, azok nem illenek mimmós régebben. Szolmával, úgy béfadva. Azt abból fűszt megállott, ott feltették-e hiba a szolonnát, pecsenyét, ott ült. Szóval partok egy ilyen morzát ettünk meg. Igen. Szóval mentünk a mazőre, ez nem mimmós munkarégötyite. Morzacska szolonna, morzacska pecsenyét. Tettad Béter is nyambos, mentél kapolnak. Azt hiszem, a külső fülnek nagyon érdekesen, különlegesen hangozhat ez a nyelvjárás, de hogyan lehet leírni, hogy mik ennek a nyelvjárásnak a leginkább felismerhető jegyei? A három legfontosabb tulajdonsága a moldvai magyar beszélőknek a nyelvhasználatának az, hogy rendkívül sok román hatás érte ezt a nyelvváltozatot, hiszen ez a történelmi Magyarország határain túl van, és az itt élők ősei oda kivándoroltak valamikor Erdély területéről. A másik nagyon fontos, hogy archaizmusokat, vagyis régiségeket őrzött meg, olyasmiket, amik már évszázadok óta a magyar nyelv más területein nem megtalálhatók. A harmadik pedig, hogy úgymond neologizmusok is léteznek, olyan új jelenségek, amelyek csak itt fejlődtek ki, éppen a nagyon nagy távolság és az elzártság miatt. Hogy kevésbé legyek tudományos, ilyesmiket szoktak mondani, hogy ez olyan, mint a középkori magyar nyelv, ez a nyelvújítás előtti magyar nyelv, és ez a nyelv minden szintjén megvalósul, hogy konkrétumokat is mondjak. Itt hallunk esszezést ebben az interjúban, az essek helyén esz áll, tehát a füst helyett füstöt hallottunk, hallunk nagyon-nagyon nyílt e hangokat, hallunk olyan palatalizált ei hangot, még ki sem tudom mondani, de hogyha visszanézik a nézők, hogy mondta az ilyenek szót ez a néni, akkor azt a hangot hallják, aminek az írásával annyit küzdünk az általános iskola első osztályában, az elipszilonnal jelzett hang, ami csak igen picike területeken őrződött meg a magyar nyelvterületen, de itt például van, ez egy 2010-es évekbeli felvétel, és halljuk azt a bizonyos hangot. És ezt még nagyon sokáig sorolhatnánk, hogy mi minden fordul itt elő, lehet elemezgetni, hogy felviszik a hova, a füstre azt a bizonyos szalonát, a híba viszik föl, és az a hí, az a padlás. Most haladjunk tovább, nyugatra, és ismerjük meg Benedek Elek, Tamási Áron és Nyírő József nyelvét. Thank you.
Harmadik lecke. Gunyaks népviselet. Harisnyom. Motoros kaszka. Rokoja. Adidas. Lalbi. Slapp. Surc. Lápcsi. Dinamó gagya. Salopéta. Majó. Püskabat. Staférunk. Kezi csókolom. Ez egy nagyon népszerű összeállítás az interneten, és hiába tudjuk, hogy nem a tájszavak határozzák meg egy nyelvjárásnak az összképét, azért ez egy jellemző és nagyon autentikus összeállítás attól, aki készítette. Erről a nyelvjárásról az első, ami eszünkbe juthat talán az, hogy mennyire szépnek tartják az emberek, vannak is ilyen vizsgálatok, hogy a székely nyelvjárás különleges és szép, miközben én, aki ezzel foglalkozom, úgy érzem, hogy az összes szép, és mindegyik rendben van. Ez talán azzal is függ össze, hogy a székelyfölddel, a székely történelemmel kapcsolatban jönnek elő pozitív gondolatok az emberekben, ha ezt meghallják, vagy Tamási Áronos olvasmány élményeik kerülnek elő. Ez egy nagyon összetett és sokféle nyelvjárás, tehát önmagában is sokféle, minimum két nagyobb részre lehet felosztani, és a nyugati székelység Székelyudvarhely környéke egy öző nyelvjárásban beszél, és a keleti Csík, Gyergyó, Kászon és Háromszék vidéke pedig egy nagyon erősen nyílt e-ket használó, sokszor kettős hangzókat is használó dialektus, és ami talán még fontosabb, hogy nagyon sok különleges tájszó őrződött meg ebben az archaikus nyelvjárásban, és még az is talán különleges, hogy ez összekapcsolódik egy sajátos identitástudattal is, egy néprész vagy néprajzi csoporthoz való tartozás tudatával. Nagyon erős a magyar identitás ezen a amúgy Romániához tartozó területen, és talán egyedülálló abban a tekintetben, hogy ezen a vidéken mai napig a nyelvjárásiasság a norma. Ha egy iskolában egy tizenéves, vannak ilyen vizsgálatok, a magyarországi, budapesti köznyelvet használja, hát ő ott ezért kapja meg a negatív kritikákat, mint ahogy ez nálunk fordítva szokott történni, tehát mondjuk budapesti környezetben. Tehát itt erős az a fontos, az a jó beszéd, aki nyelvjárásiasan beszél a leggyakrabban, és ez jól is van így. Lehet, hogy a pozitív viszonyunkat az is befolyásolja, hogy ennek az előző két nyelvjárásnak nagyon erős a képisége. Erdélyi Zsuzsanna Hegyet Hágik Lőtött Lépék című archaikus népi imádság gyűjteményében számos ima példány gyűjtött ezekről a helyekről, és hát elképesztő nyelvi fordulatok vannak ezekben egyrészt az imákban, másrészt az imákhoz fűzött kommentárokban. Néhányat én megosztanék veletek. Bíjesnek a szívünkhöz ezek az imák. Hűlés rekedt a testjibe, megcsendesedik a fájdalom. Vakaru kalács nem illatik, rohadjon oda az igizet. Nekem azért is tetszett nagyon, amit János mondott arról, hogy Székelyföldön ugye a nyelvjárásban beszélés a norma, mert egyébként az is egy nyelvjárás volt ugye a közvélekedés szerint, amit ma budapesti köznyelvnek hívunk, vagy úgymond köznyelvnek hívunk. Úgyhogy most szerintem menjünk is egy picit tovább, és nézzük meg, hogy melyik nyelvjárás lett az alapja a mai köznyelvünknek. Jól tudjuk, vagy bizonyos fokú leegyszerűsítés az, hogy Kazinczy a saját nyelvjárását tette irodalmi, illetve köznyelvé? Hát, mint minden ilyesmi, persze leegyszerűsítés olyan értelemben, hogy sokáig tudnánk beszélni róla, de van benne igazság. A magyar köznyelv kialakulása egy hosszú-hosszú spontán folyamat volt, tehát elsősorban egy ilyen történeti előadást kellene most erről tartani, csak címszavakban hozzájárult ehhez az írásbeliség egyre terjedése, amikor a 16. században nyelvtanokat írtak, hogy a latin tanulást segítsék, a reformáció miatt az anyanyelv ügyének a fontossága és a bibliafordítások terjedése, és természetesen a nyelvújítás kora, amiben Kazincinak
nagyon kiemelt szerepe volt, és az talán a véletlenek összejátszása, és ilyen értelemben van ebben igazság, hogy több nagyon kiemelkedő személyiség is, Szent Simonár, és még sokan pont ebből az észak-keleti régióból származtak, és abban az időben, amikor a 18.-19. század fordulóján valóban talán még kérdéses volt, hogy a Dunántúli, ez az északi, északkeleti, vagy a keleti erdélyi nyelvváltozat lesz-e a döntő abban, hogy milyen lesz az irodalomra, tudományra magas szinten használható, akkor irodalmi nyelv, később ezt mondjuk köznyelvnek nevezzük, abban valóban Kazincinak magának is nagy szerepe volt. Ő sokszor, hát hatalmas hatása volt a tanítványain keresztül a köznyelv alakulására, és sokszor hosszasan indokolta, hogy egy nyelvi formát miért tart nagyon jónak, vagy jobbnak, mint egy másik forma, de azért néha megmosolyogjuk ezeket. Azt írja, amikor Csokonai síremlékéről gondolkozik egy levélben, hogy ha anyagolni kellene már ezt a csúnya-csúnya szavunkat, hogy pillangó, ott van helyette az a rendes magyar kifejezés, hogy lepe. És ez annyira jelzi azt, hogy itt azt számított, hogy ő a saját édesanyjától, édesapjától mit tanult meg, ő azt tanulta meg, ami meg nekünk nagyon furcsa. Úgyhogy valóban az észak-keleti régió sajátosságai kiemelt szerepűek abban, amilyen lett a mai magyar köznyelv. Azt hiszem, tovább is léphetünk, és a következő példában egy olyan, szerintem mindenki fülének ismerős nyelvjárást fogunk meghallgatni, amit évekig a tévében is lehetett hallani egy bizonyos műsorban, de most nem időjárás jelentést fogunk hallani. $11.200.000 adták el ezt az autót, ami hát tudjuk nagyon jó, hogy a mai használt autó árak az egekben vannak. Ha azt nézzük, akkor az egy nagyon-nagyon jó ár. Egy 4 éves 92.000-et futott, egy nagyon-nagyon jól motorizált C-osztályért. Nyilván itt most nem az 63 AMG-ről beszélünk, meg a többiről. Hétköznapra ez a 220 CDI, még akár ha vontatsz is, azért nagyon sok mindenre alkalmas. Van két Isofixünk hátul, szóval akár családi autónak is lehet jó, feltéve, hogyha megszalájtottuk magunkat annyira, meg a jó Isten is, hogy 11.200.000 veszünk használt családi autót. Jól láttátok, hogy azért elférek benne hátul, bár bevallottan két személyes a hátsó traktus. Talán az nyelvészeti közhely, hogy erről a jellegzetes palóc A-ról mindenki fölismeri ezt a nyelvjárást. Remélem, de azért nem árt átismételni, hogy azon a területen járunk, ami tulajdonképpen az egész északi része a magyar nyelvterületnek, beleértve azt is, ami már nem Magyarországon, hanem Szlovákiában, vagyis a felvidéken található. Tehát ez egy hatalmas terület, palóc régiónak nevezi a nyelvészet, bár magukat palócnak, például a székhelyekhez hasonlóan ennél egy szűkebb vidéken tartják az emberek, de összeköti ezt az egész régiót egy hangtani jelenség, egy jelenség pár, amely arról nevezetes, hogy a köznyelvi ák helyén egy ajak réses á hangot, és a köznyelvi ák helyén pedig egy hosszú a hangot hallunk, mint ahogy ebben a bejátszásban is hallottuk. És ez nagyon gyakran kerül elő a nyelvben, a legfontosabb hangjaink, ezért nagyon jól hallható az annak számára, aki ezt elsőre hallja. Azt nem tudom biztosan, hogy kötik-e ehhez, de talán ahhoz, hogy a szlovákiai magyarság nagy része ilyen módon képzi ezeket a hangokat, az talán általánosan ismert. És a palóc régiónak még vannak egyéb nagyon érdekes sajátságai, a zárt ének a megléte, ami például az észak-keletiben hiányzik, az észak-keletiből hiányzik, és még nagyon sok egyéb dolog, és hát azt látjuk, hogy például a határon túli vidékeken, tehát a szlovákiai magyarok körében, azért ezek erőteljesen meg is maradnak. Ehhez hozzájárul az, hogy bizonyos fokú elzártságban élték az életük egy részét a magyar médiától, oktatástól, és ezek továbbra is a mindennapi beszédük részei. Nekem az egy jó élmény azt látni, hogy egy népszerű autós műsor az úgy tud népszerű lenni, hogy a
műsorvezető úgy beszél, ahogy ő azt természetesnek érzi, és az emberek azzal foglalkoznak, amiket ő az autókról mond, és nem azzal, hogy másként beszél, mint ők. És ebben egy óriási változást érzek, mert úgy emlékszem, hogy az az emlegetett időjárás jelentő, Reisz András, ő megkapta magáét azért, hogy hogyan beszél, miközben a szakmájának egy kiváló művelője, nem mindenki volt pozitív irántam. Azt mondod, hogy azért nézik, amiért ez a műsor létrejött, az autóért. Csak megosztom a nézőkkel, hogy nálunk a férjem azért nézi, én meg amiatt, ahogyan beszél. Hát végül is én is nézem a Gasztro Angyal című műsorodásait, pedig nem szoktam annyira a konyhában jeleskedni, de ott, akiket Borbás Marcsi felkeres az ország különböző tájain, azok általában nyelvjárásiasan beszélnek, úgy ezért is élmény nézni. Hogyha valakit megkérdezünk a nyelvjárásokról, akkor lehet, hogy hallomásból mondjuk a palócot egyből fölismerik, viszont azt is sokan tudják, talán csak elméletben, hogy a szegedi, Szeged környéki régióban, a délalföldi régióban az őző nyelvjárás, az uralkodó. Igaz ez egyébként? Erre fogunk most megnézni egy bejátszót. Ezelőtt nem élt 200 évig se ennyit egy élő ember. Igazi ez? Na, nem ért, nem tudott annyit, mint én most 83 évet betöltöttem, de már annyi mindenem köröztül mentem, hogy számolgatom. Pedig 16 éves koromban még nem ültem vonaton. Azt is mondta, hogy olyan okosak lesznek az emberek, már az is mutatkozik, hogy fölmennek a Holdba. Azt végül fölmentek-e, nem, hát ezt én nem tudom, de írnak róla az újságok. Hát már most fönn vannak odafönn, többen lesznek már majd, mint lent. Fönt. Az öregjeink abba bíztak, hogy ez mind be fog teljesedni. És be is teljesedött. Mert vasmadarak szállnak fölöttünk, és lőcsetlen kocsik szaladgálnak az utcákon. Hát csak minden elhangzott, ugye? Lőcsetlen kocsik, vasmadarak, de hát ugye ezek szavak, kifejezések. Inkább itt ugye az őző nyelvjárásnak a jellegzetességei azok, amik talán említést érdemelnek még. Igen, és a korábbi kérdésben a Szeged város nyelve is elhangzott. Ez azért, ez nem tévedés, hogy ott őzés tapasztalható, de természetesen nem mindenki beszél úgy egy ilyen nagyvárosban. Bár már Kosztolányi is emlegette, hogy őzike az őzike Szegeden, de igazából az egy nagyon fontos dolog, hogyha a dél-alföldi régióról beszélünk, ez egy hatalmas nagy terület, és nagyon sokszínű nyelvjárási szempontból. Az özés az, ami összetartja, de ez nem minden településen van így. Ennek történeti okai vannak, az Alföld ugye a török uralom alatt szinte elpusztult, és az újra települt községek nem mindegyik olyan lakosokkal indult újjá, amelyek ezekről a vidékekről származtak. És a városokban, ilyen furcsa módon ezekben az nagyhatárú agrárvárosokban, Kecskemét, Szeged, Hódmezővásárhely, ezekben őrződött meg az a úgy mondjuk kontinús népesség, ami tovább vitte az ősi őző dialektust. Úgyhogy ez egy érdekes helyzet, hogy itt a városokban találjuk meg a legerősebben ennek a nyomát, ezt a bizonyos független özést, és egyébként a csúcstartó az Hódmezővásárhely, tehát hogy bizonyos fokbeli különbségek érzékelhetők az özésben, Hódmezővásárhely biztosan, hogy ott a legerősebb, és a mai napig is használatos az özés. De például Kalocsa és Kecskemét környékén is, ahol én is sokat éltem, de például én nem mondom azt, hogy röndölő, az orvosi röndölőre, de nagyon sok ember meg azt mondja, ugye ezek Magyarország határain belül élő, a köznyelv minden hatásának kitett emberek, akik így beszélnek, általában úgymond kettős nyelvűek, és sokszor tapasztalom azt mondjuk terep munka közben, hogy valóban meg tudja azt csinálni ez a beszélő, például a Kalocsa mellett a fogtői repülőtérről beszélve, hogy igen, ott van a reptér, mondja nekem, majd odafordul a házastársához, és azt mondja, hogy ott a röptér mellett emlékszel. Tehát ez nem is gondolja végig, hanem bizalmas körben a nyelvjárásos alakot használja, és egy idegen felé meg inkább a köznyelvi formát. Amikor például a zárt E-ről beszélünk, a zárt E hangról,
ugye annak ugye helyesírási nyoma nincsen, tehát azt nem jelöljük a magyar helyesírásba, és nem is nagyon halljuk, hogy az hol jelenhet meg, vagy legalábbis a magyar beszélők többsége ezt már így nem ismeri föl. Én egyszer hallottam olyat, hogy az őző nyelvjárást, hogyha alapul vesszük, akkor ahol ott ő van, nagy eséllyel az zárt E-t ott ejtjük egyébként is, akár köznyelben, akár más nyelvjárásokban. Hogy ez mennyire igaz? Lehet ebből kiindulni? Természetesen ennek a kapcsolata, ez létező dolog, tehát ahol a régi magyar nyelvben ez az E-féle hang előfordult, a másik nyelvjárásokban, azokon a helyeken találjuk meg az öket, tehát ez egy ilyen páros, és nem csak ilyen E-féle hangjaink vannak amúgy a nyelvben. Úgyhogy ilyen módon igen, vissza tudunk következtetni. Ha már hallottunk öző beszélőt, akkor hogyha leírva látjuk azt, hogy gyerek, tehát hogy az első szótagban van zárt é, az biztos, hogy hülyeség, mert olyat hallottunk már, hogy gyerök, de olyat, hogy gyerek, olyat nem. Úgyhogy vannak ilyenfajta tévesztések. Ennek történeti okai vannak, itt a második szótagban szerepelt az a hang, ami a nyelvjárások egy részében é, a másik részében pedig ő. Úgyhogy igen. Így a műsor vége felé mindenképpen kellene beszélnünk a nyelvjárások és a nyilvánosság viszonyáról. Hol van ma a nyelvjárások helye, szerepe a magyar kultúrában? Én azt gondolom, hogy van egyfajta nyitás az emberekben az iránt, hogy többféle nyelvváltozat is megjelenhet a nyilvánosságban. Ennek lehet, hogy vannak negatív következményei is, hogy például trágárságok mennyire jelenhetnek meg a médiában, vagy stilisztikai szürkeség, furcsaság és olyasmi, ami sokaknak bántó lehet, de ezzel együtt nem annyira bántanak senkit sem már azért, mert az anyanyelvjárása szerint fogalmaz, amikor valamilyen témában megnyilvánul. Nekem erre a legjobb példám, amit média fogyasztóként érzek, hogy a humorban egy jó ideig azért kijelenthető volt, hogy a magyar humorban a butaság, egyszerűség, maradiság jelképe volt a nyelvjárási beszédmód, és ez a világ talán, mintha eltűnt volna, még a gyerekkoromban láttunk ilyen műsorokat, és én azt látom, hogy humoristák úgy szerepelnek ebben a mai stand-upnak nevezett műfajban, hogy vicceseket mondanak, és ezt nyelvjárásiasan teszik, és nem az a poén már, hogy ezt így mondják. Úgyhogy szerintem ez egy pozitív dolog, mert azért ki kell jelentenünk, hogy a korábbi évtizedekben sokakban rossz érzéseket keltett, hogy őket megszólták nyelvjárásias beszédük miatt, és hogyha ettől megszabadítaná az embereket mondjuk a média vagy az oktatás ettől a gátlástól, akkor már is egy picit könnyebb életük lenne, és jobban tudnának fogalmazni különféle helyzetekben. A magyar népmesék sorozat hallatlan népszerűségéhez biztos, hogy ugyanígy hozzájárult Szabó Gyula ízes mesemondása. Berecz Andrást is említhetjük ugye az ismert szereplők közül, és hát a könnyűzenében is megjelent már a nyelvjárási dal. Ha szereted a bablevest, tedd föl a kezed, tedd föl a kezed, tedd föl a kezed. Ha szereted a brokkoli, tedd le a kezed, tedd le a kezed, tedd le a kezed. Ha szereted a bablevest, tedd föl a kezed, tedd föl a kezed, tedd föl a kezed. Ha szereted a brokkoli, tedd le a kezed, tedd ma le a kezed, hogy jöjjön meg az eszed. Nem leszünk haverok, ha brokkoli tesző, nagyon meg a gező, te zöldségevő. Egyél inkább bablevest, abban van az erő, a faluba menő, hogyha kipattintva lesző. Hogy fogod a téli fatel, ha sigatnyi, az zöldségek sehogy se, csak jó, meg fog szakanyi. Hogy fogod a traktort a sarból kitolni, az zöldségektől sehogy úgy csak saros lesző annyi. A gyomrod ma jó korog, én meg tudom, mik ő belé. Most meg jó a kezed, oszt ülj az asztal elé. Szedek neked bablevest, fújjad meg, oszt egyé. Holnap reggel szüretelünk, erős kell, hogy legyél. Szerintem az is kijelenthető egyébként, ugye, hogy a nyelvhasználat az érzelmi kérdés is, tehát mindenki valahogyan viszonyul a saját anyanyelv változatához, ahhoz a normához, amit elsajátított ugye a családban például, vagy a szűkebb környezetében. Ti hogyan fogalmaznátok meg, hogy mi
a ti érzelmi viszonyulásotok, akár a saját anyanyelvváltozatotokhoz, akár a tájnyelvekhez úgy általában? Nekem bárhova járok, és valamilyen nyelvjárást hallok, egyszerűen megmelengeti a szívemet. Nem csak a sajátom, hanem akármilyen nyelvjárás, és biztos, hogy hozzá kötök olyan, nyilván gyerekkori emlékeket, vagy egy olyan világot, ami vagy létezett, vagy nem. Lehet, hogy nem volt se jobb, se könnyebb, se tisztább, mint a mai, csak az emberben úgy valahogy az a érzés fogalmazódik meg, vagy az a gondolat fogalmazódik meg, hogy ezt akkor beszélték, amikor még ugye a világon mindennek megvolt a rendje, vagy megvolt a helye. És ez biztos, hogy bizonyos fokú romantika, de én ezt vállalom. Ehhez annyiban tudok kapcsolódni egyébként, hogy nekem az otthoni környezetben, ugye ez minden szempontból biztonság, nyelvhasználatilag is egy biztonság, hogy a legtermészetesebben ott tudok viselkedni, ez ugye nyilván a nyelvhasználatot is jelenti, tehát hogyha ha egy szóban kellene összegezni, nekem ez a megfogalmazásom. Valami ilyen nyelvi otthon, nem? Hogy ahonnan lehet, hogy nem életvitelszerűen lakik már az ember, vagy én legalábbis nem, mert régen eljöttem onnan, de mégis amiben jó hazamenni, valahogy van, itt tudnám. Igen. Nekem nehéz erről nyilatkozni, mert ezzel kell foglalkoznom is a mindennapokban, és én úgy érzem, hogy ez a legérdekesebb dolog a világon, ami érdekesebben nem is lehetne foglalkozni, és a nyelvészetnek is egy olyan része, ami a leginkább kapcsolatban van a beszélő emberrel, és ezerféle kapcsolatban a történelemmel, a társadalom változásaival, tehát nagyon, nagyon izgalmas nyelvészeti terület. Egyébként érzés szempontjából én is hasonlókat érzek, főleg, hogyha a saját anyanyelvjáráson beszélővel beszélek, vagy amikor rácsodálkozok saját magamra, hogy mégis, vagy annak ellenére, hogy nagyvárosi környezetben élek, mégis használok valamilyen regionalizmusokat, ilyen nyelvjárási jelenségeket. Úgyhogy én mindenkit bátorítok arra, hogy beszéljen természetesen, mondjuk annak tudatában, hogy mindenféle helyzetek léteznek az életben, és vannak helyzetek, amikor minket az alapján ítélnek meg, ahogy beszélünk, tehát néha el kell gondolkoznunk, hogy milyen formát választunk abból a sok mindenből, ami a fejünkben van, de hogy önmagában egy nyelvjárásias forma nem rossz és nem szégyelni való, az teljesen biztos. Ízes anyanyelvünk címmel a magyar nyelvjárások jellegzetességeiről beszélgettünk az Élő Magyar Óra mostani adásában. Tartsanak velünk legközelebb is! Hát én hoztam nektek valamit. Szeretném, ha megneveznétek. Mi ez? Partedli. Valószínűleg én is a partedlit mondtam volna, mi ezt előkének hívtuk otthon. Na, én meg mindig úgy tudtam, hogy hángedli. De akkor ez az, amit fölkötünk a gyerek nyakába, hogy ne egyele magát. Igen. Hát a gyereknek vagy lánynak. Nehogy megsértődjenek a dunántúliak, hogy az ő nyelvjárási formáikról kevesebb szó esett. Ez is egy ilyen dunántúli szó.